Kiskunban és a város önkormányzata a hozzátartozó külterületeken is komoly fejlesztéseket kezdett meg az elmúlt hónapokban, így Tajó belterületén is ilyen jellegű fejlesztések történtek. Tajó Kereszt utca területén található parkban egy zúzott köves utat alakítottak ki, és augusztus 31-én testületi jóváhagyással további ilyen utakat is tudunk kialakítani. Így például ugye a Kereszt utca másik két párhuzamos utcába is ez meg fog történni, és a Kereszt utcát összekötő párhuzamos bekötő út is ilyen zúzott kővel lesz kialakítva. És még ezt megelőzően Tajót Bodoglárral összekötő utat is kátyúzták, illetve az utat kiegyengedték, és még további ilyen típusú javítások, fejlesztések is fognak a jövőben történni, például napelemes világítás Tajó egy-két pontján is a terveink között szerepel.